Orbán Viktor azután döntött úgy, hogy meg kell védeni a MOL becsületét, hogy a horvát pénzügyminiszter azt nyilatkozta INA ügyben, hogy a Magyar Olajtársaság rossz partner volt, írja az Index. A miniszterelnök szerint a horvátok gazdaságon kívüli kényszereket alkalmaznak. A kormányfő azt mondta, a MOL-INA ügyet üzleti konfliktusként kell kezelni, az állam, mint a legnagyobb tulajdonos pedig nem tehet úgy, mintha nem lenne érintett a kérdésben. Orbán Viktor megjegyezte, fontosabb a hosszú távú barátság, mint egy konkrét üzlet, ezért javasolják a horvátoknak, hogy fontolják meg az INA részvényeinek állami kézbevételét. Azt is mondta Orbán Viktor, hogy a horvátok jelenleg olyan gazdaságon kívüli kényszereket alkalmaznak, melyek nem teszik lehetővé, indokoltá számunkra, hogy továbbra is ott maradjunk a horvát energiapiacon. És hozzátette a miniszterelnök, hogy a konfliktus megoldásának van civilizált módja, ezért nem kell senkit letartóztatni, vagy kétséges vádakkal megrágalmazni. Tarjányi Péter a vendégem, jó estét kívánok! Szép jó estét! A konfliktus megoldásának van civilizált módja, de mi a konfliktus? Igazán, ahogy beszélgettünk, pont egy hete szerintem múlt hét pénteken. Én akkor is elmondtam, hogy nyilvánvalóan van ennek az ügynek egy olyan látszat része, egy bűnügyi látszat része, amelyhez kapcsolódóan az elmúlt egy hétben igen aktív tevékenységet folytatott a horvát igazságszolgáltatás. És van egy nem látható része, ami erre az energetikai szektorra abszolút jellemző, hogy vannak olyan szereplők, akik adott esetben érdekeltek abban, hogy valamilyen úton, módon visszatérjenek a Balkánra, olyan gazdasági pozíciókat szerezzenek meg néhány hónap alatt, vagy egy év alatt, amit mondjuk Magyarország 13-15 év alatt épített ki. Óriási pénzekről beszélünk. És ennek Az oroszokról beszélünk? És az oroszokról beszélünk például. Illetve hát azért az ÖMV kapcsán is felmerült, hogy ők is szeretnének azért ebbe a térségbe valamilyen úton, módon visszatérni. Ott is volt jelentős orosz száll az ÖMV kapcsán. Azt tudomásul kell venni, hogy Magyarország az 1990-es évek elején egyfajta szerencsés helyzetben volt. Oroszország romokban hevert gazdaságilag, a Balkánon pedig háború folyt. Horvátország Szerbiával, Boszniával Szerbia harcolt, és ebben a térségben és ebben az időszakban mi nagyon-nagyon szisztematikusan egy építkezést hajtottunk végre, és ennek meglettek az eredményei. Ennek kapcsán azt kell, hogy lássák a nézők, hogy nagyon-nagyon komoly gazdasági befolyása van a MOL-nak, és a MOL-on keresztül Magyarországnak erre a térségre. És ebben a térségben vannak olyan belpolitikai folyamatok, például Horvátországban is, amelyek célul tűzték azt ki, hogy valamilyen úton, módon ezeket a piaci pozíciókat vagy visszaszerezzék, vagy átjátsszák másoknak. És ez a láthatatlan világ, és én azt gondolom, hogy erre a láthatatlan világra gondolt a miniszterelnök úr, próbál olyan eszközöket bevetni, ezt a bűnügyi helyzetet kihasználva, ami ebben a tárgyalásos és piaci helyzetben abszolút nem megengedhető. Lehet, hogy a világ láthatatlan, de a szereplők nem láthatatlanok. Akkor itt most van egy horvát fél, van egy magyar fél, és kimondatlanul is van egy orosz fél. A horvát félnek ma a miniszterelnök, a magyar fél megüzente, hogy mi szeretnénk a konfliktust tisztázni, és nem ilyen eszközökkel, és egyébként tessék itt az INA, hogyha kell, akkor a részesedésünket eladjuk. Amire egyébként minden gazdasági szakember azt mondja, hogy az bukta. Tehát most azt eladni, azzal mi rosszul járunk. De a béke kedvéért eladjuk, oké. De mi a konfliktus? Még mindig nem tudom. Horvátországban van egy bűncselekmény. A volt miniszterelnök ellen már egy jogerősen befejezett bűncselekmény. Ebbe keveredett bele a horvát ügyészség szerint a Magyar Olajtársaság első számú vezetője. Ezt a konfliktust hogy lehet megoldani? Tehát igazán nincs konfliktus, tehát ez a probléma. És ami nekem nagyon nem tetszett például ma a horvát igazságszolgáltatás részéről, a kommunikációjukban, az állami kommunikációjukban kijelentésre került az, hogy például a magyar ügyészség nem folytatott igazán vizsgálatot Magyarországon ebben az ügyben. Ez tényszerűen nem igaz. Hát nem igaz, de olyan túl sok ideig mondjuk nem ezt nem tudhatjuk, és ugye az sem közli a horvát fél, hogy azért a magyar igazságszolgáltatás, amikor ebben az ügyben eljárt, megtalálta
annak a cégnek, vagy azoknak a cégeknek a tulajdonosait, egy orosz embert, akinek a tulajdonában voltak azok a számlák, ami állítólag, tehát a gyanú szerint, a horvát hatóságok gyanúja szerint Hernádi Zsolthoz köthető. Ez a személy, ez az orosz személy eljött Magyarországra, tehát a magyar ügyészség megtalálta ezt a személyt, kihallgatta ezt a személyt, és ez a személy elmondta, hogy ebben a témában semmit nem tudnak Hernádi Zsolthoz kötni, mert hogy ezekben a dolgokban ő volt, aki eljárt. Tehát tulajdonképpen ő az, aki, aki a keresett személy. Hát ezt elfelejtették a horvátok. Na jó, de mi nem felejtettük el. Akkor Magyarország miniszterelnöke milyen konfliktusról, milyen konfliktus rendezéséről szól? Miért mondja azt, hogy, hát akkor, ha kell, akkor odaadjuk az ilyen, akkor vegyétek meg. Holott, még egyszer mondom, gazdasági szakértők szerint ez most jelen pillanatban nem jó üzlet Magyarország számára. Tehát konfliktus, nem két ország közötti konfliktusról beszélünk, hanem vádakról, gyanúkról beszélünk, büntetőeljárásról. Az két ország nem tudja tisztázni, ez a hatóságoknak a dolga. Mit akar a... Ebben azért vannak maszatolások igen szépen. Tehát horvát oldalról például is elhangzott ma, hogy igazán a kormányzati oldal, tehát a horvát kormányzati oldal abban érdekelt, hogy tényleg ne legyenek itt problémák, és ezt normálisan végig lehessen beszélni. De van egy ügyészük, akit egyszerűen nem tudnak leállítani. Ez egyszerűen vicc. Tehát, azt mondta, hogy náluk jogállam van, és független az államügyész. Ez nem így működik azért. Tehát ilyen én csak idézem, hogy mit mondottam. Én értem, csak hogy ez nem igaz így. Tehát ilyen méretű üzletekben, ugye most kapásból, hogyha nézzük, az INA értéke megközelítőleg 3 milliárd euró, és ez csak a mostani érték, tehát az elkövetkező évekre vetített összeg, amit mondhatunk úgymond apró pénznek, ezek sem kis pénzek, tehát a 3 milliárd euró plusz az apró, azért egy igen szép summa, amit nyilvánvalóan, ha Magyarország kér ezért a tulajdon részért Horvátország, ezt egyébként a horvátok el is mondták, egyszerűen a horvát állam nem tud megfizetni. Itt van az, amikor tulajdonképpen egy patthelyzet alakul ki, és erre mondja azt a magyar fél, és ezt kellene, hogy az összes politikai párt egyébként mondja, hogy ebben a helyzetben a gazdasági racionalitások mentén végre azt kéne elmondani, hogy nem büntető ügyről van szó, hanem arról, hogy igazán a horvátok szeretnék, hogyha a magyar fél nem lenne jelen ebben a cégcsoportban. De most azt mondják, hogy nincs pénzük, és nem is fogják eladósítani az államot, köszönik, nem ezért kell. Mondom azt, hogy nyilvánvalóan van egy harmadik szereplő, van egy olyan fajta ismeretlen. De horvátoknak nem érdeke, hogy az oroszok betegyék oda a ez, lábukat. Amit nem tudunk belpolitikai szempontból, bizonyos horvát résznek lehet érdeke orosz jelenleg. Jó, én akkor még mindig nem értem a magyar kormány, vagy kormányfőnek a hozzáállását, meg a magyar ügyészségnek a hozzáállását, hogyha lefolyt a vizsgálat, hogyha van egy emberem, aki azt mondja, hogy igen, én vagyok a pénz, átadó, kifizető, nem tudom mi, tudom is számlával bizonyítani, akkor nyilván azt is el tudom mondani, hogy milyen célra és miért adtam a pénzt, és azt is bizonyítható, hogy itt a számla elején, végén, közben Hernádi nem szerepel. Akkor egyáltalán miért akarunk egyezkedni a horvátokkal? Miért nem mondjuk azt, hogy kérdez, milyen elfogadó parancs? Itt vannak a mi bizonyítékai. Tessék. De ezt már látottuk. Ez már ott van, mint a horvát ügyészsége? Ez ott van a horvát ügyészsége. Tehát ezért érthetetlen ez a hozzáállás, és egyébként azért mondom, hogy ez egyfajta ilyen kommunikációs háborúszerűség, egy ilyen kommunikációs adókapok, amiben azt gondolom, hogy Horvátország egy forgatókönyv szerint halad, hogy pontosan tudják azt, hogy vannak olyan információk, amelyeket figyelembe kellene venni, de ezeket az információkat valahogy így elhagyták ebben az ügyben. Egyik oldalról azt mondják, hogy csak meghallgatni szeretnék Hernádi Zsoltot, de közben olyan kommunikációk is történtek az elmúlt hetekben, amiből lehetett tudni, hogy persze jöjjön ki, de azonnal elfogják majd. Tehát ez egy kicsit olyan helyzet, mint hogyha én azt mondanám, hogy jöjjön már ide mellém, de közben azt is elmondom, hogy ha ide jön, akkor lehet, hogy bokárugom. Tehát, hogy ilyen furcsa helyzetben gyere, de mégse. Inkább maradni. Igen. Inkább maradni, így van. Ez természetesen Hernádi Zsolt így is lépi, és nem megy ki Horvátországba. Majd ezek után Horvátország azt mondja, hogy hát akkor egy nemzetközi elfogató parancsot kell ki. Sőt, hát ma azt mondja a miniszterelnök, hogy több ilyen ügy van. Politikailag,
gazdaságilag vezérelt, motivált ügy van, ezt a MOL kommunikációs igazgatója meg is erősítette, a miniszterelnök azt mondta, hogy itt az egész gazdasági elit benne lehet, tehát hogy vezető emberek, nem csak Hernádi, tehát akkor itt évek óta tart valamilyen bűnügy Horvátország és Magyarország között valamiféle olajpiaci részesedés játszma miatt? Ebben egy kicsit elaludtunk, tehát ebben önnek igaza van, tehát én azt gondolom, hogy akik ezt a területet vagy magát a térséget ismerik, és én azért a Balkánt eléggé jól ismerem, az elmúlt másfél év alapján ezt lehetett előrejelezni, hogy itt komoly problémák vannak, hogy a horvátoknak van egy, vagy előbb is mondtam, forgatókönyvük, és ezt nagyon-nagyon keményen tartják, és ennek megfelelően haladnak is. Mi meg most kezdünk ébredni, és most kezdjük azt észrevenni, hogy valamit lépnünk kéne, mert egyébként Magyarországnak nem érdeke egy gyenge MOL, nem érdeke egy olyan vállalatcsoport rossz helyzetbe kerülése, ami egyébként adózási szempontból és egyáltalán az egész régióban egy meghatározó valami. Meg egy rossz szomszédi viszony sem. Ez így van. Köszönöm szépen a lehetőséget.